2017. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között adták át a Ferihegyi út meghosszabbított útszakaszát. Az elmúlt évek egyik legnagyobb beruházását egy nagyon hosszú küzdelem előzte meg az önkormányzat részéről. Az eseményen a kerület vezetése mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól részt vett dr. Homolya Róbert, közlekedés politikáért felelős államtitkár. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy az elmúlt hónapok során mindenki szemtanúja lehetett annak, hogy mennyire sikeres volt a magyar kormány középtávú közlekedésfejlesztési stratégiája. Nagyon sok alapkövet tettünk le az elmúlt hetekben, gondolok itt az M4-es Szolnok felé tartó szakaszára, vagy az M4-es autópálya Berettyóújfalu országhatárig történő szakaszára, több megyeszékhely kétszer-kétsávos gyorsforgalmi úthálózattal való megközelítését lehetővé fejlesztésekre. És azt gondolom, hogy ezek között, a fejlesztések között ez egy üdítő színfolt ez a mai nap és ez a mai esemény, hiszen majd nem egy projekt megindítására gyűltünk össze, hanem egy projekt befejezését és hát az utazóközönség számára való átadását jöttünk megünnepelni. Azt gondolom, nem szabad elmenni amellett, hogy a magyar kormány számára nem csak az országos közúthálózat fejlesztése a fontos, hiszen csak nem 2500 milliárd forintos fejlesztési forrás áll rendelkezésre a magyar közút fejlesztésére egészen 2022-ig, amelynek keretében 900 km új gyorsforgalmi útszakasz autópálya épül meg Magyarországon a most meglévő 1500 km-hez képest. Azt gondolom, ebben az elkövetkező 4-5 évben szintet lép a magyar közlekedési hálózat, de vagy a magyar kormány számára nem csak ezek a fejlesztések fontosak, hanem az önkormányzatok kezelésében lévő belterületi utak is. Ezért a magyar kormány a 17. kerületi önkormányzat fejlesztési igényét elfogadta, és csak nem 1,3 milliárd forinttal támogatta a Ferihegyi út meghosszabbítását, csak nem 2,5 kilométerrel történő meghosszabbítását. Ugye a 17. kerület az egyik legnagyobb kerülete Budapestnek, és talán a városmagtól az egyik legtávolabb rész lévő kerülete, és ezen a kerületen megy át a budapesti keleti agglomerációnak a teljes forgalom, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a fejlesztéseket figyelembe kell vennünk, és ezeket tovább kell vinnünk. Ezzel a fejlesztéssel reményeink szerint az itt élők és a kerületen átmenők közlekedése jóval egyszerűbb lesz, biztonságosabb lesz, és az itt élők nyugalmát sem zavarja a kerületen átmenő forgalom. Ez a fejlesztés az önkormányzat kezelésében és projekt menedzsmentjében valósult meg. A magyar állam forrásokat biztosította hozzá, és az önkormányzat végezte el a beruházáshoz szükséges kisajátításokat, előkészítési munkát, tervezési munkát, tendereztetést, és hát a projektnek a teljes ellenőrzését, úgyhogy ezért külön köszönet és külön dicséret az önkormányzatnak, hogy egy ilyen projektet, ilyen nagy léptékű projektet ilyen flottul lemenedzselt. Ezt követően Ríz Levente Rákosmente polgármestere mondta el köszöntő beszédét, amelyet azzal kezdett, hogy ez egy nagy küzdelem és nagy célba érés volt, majd pedig felidézte, milyen múltra tekint vissza a Rákoshegyen található Ferihegyi út. Adott ez a egészen a múltban gyökeredző út, egyébként a második világháború előtt már a térképeken feltűnt, létezett a Ferihegyi útnak egy korábbi nyomvonala, amely Rákoshegyet kötötte össze Pest-Szentlőrinccel. Akkor még nem tartoztak ezek a városrészek Budapesthez, de itt a közelben ment ennek az útnak a nyomvonala, és a két várost összekötötte, csak hogy a második világháború elején Ferihegyi repülőtér megépült, és az egyes futópálya, ami gyakorlatilag elvágta ezt a bizonyos Ferihegyi utat, és így a forgalom, az átmenő forgalom, az észak-déli irányú forgalom, az a Baross utcára tevődött át, ami egy sokkal kisebb, 11 méter széles út, és az a forgalom pedig később a következő évtizedekben, ahogy a motorizáció előre haladt, egyre nagyobb lett, és egyre több nehézséget okozott. Amikor már a 80-as éveket írtuk, akkor már megjelent az az elképzelés, hogy szükség lenne egy Rákoshegyet tehermentesítő, az észak-déli irányba menő közlekedést másfelé elvezető új útra, de a tervekből valóság nem vált. Aztán a rendszerváltozás követően minden választások környékén előkerült a választási programokban, hogy meg kell hosszabbítani a Ferihegyi utat, de megvalósításig nem jutott el az akkori önkormányzat. Amikor 2006-ban átvettük a stafétabotot, akkor fölírtuk hosszú-hosszú listára, hogy mit kell még a kerületben csinálni ahhoz, hogy
egy modern kertváros legyen. Hát itt volt az első 10-ben a Ferihegyi út is. Voltak még más hasonló lehetetlenek tűnő vállalkozásaink, mint például a buszpályaudvart eltüntetni a városközpontból. Ezen túl lettünk az első ciklusban, és a következő ciklusra maradt a Ferihegyi útnak a meghosszabbítása, ennek a problémának a megoldása. Minden projekt menedzsment azzal kezdődik, hogy legyenek tervek, legyen építési engedélyes terv, amiből kiindulhatunk, amihez majd később forrást tudunk szerezni. Tehát elsők között ezt végeztük el, 2011-re meglett az építési engedélyes terve a Ferihegyi útnak. Ezt a forrás megszerzése követte Ríz Levente polgármester 2010 és 2014 között parlamenti képviselőként dolgozott. Ebben az időszakban az egyik legfontosabb eredmény az volt, hogy a parlament 2012-es és 2013-as költségvetéséhez nyújtott be egy-egy módosító indítványt. Ezeknek az egyéni képviselői indítványoknak köszönhetően az első ütemben sikerült 630 millió, a másodikban pedig 670 millió forintos támogatást szerezni a projektre. Az 1,3 milliárdos összeget egy körülbelül 240 millió forintos önkormányzati önrész egészített ki. Csak hogy miután megvolt a tervünk, megvolt a pénzünk is hozzá, olyan nehézségbe ütköztünk, amire nem gondoltunk volna. Ezen a területen és borzasztóan nehéz tulajdonviszonyok fogadtak bennünket, olyan osztatlan közös tulajdonú ingatlanok, amelyekben több száz tulajdonos volt egyszerre, és velük külön-külön egyesével meg kellett állapodni, mindegyiket fölkutattuk, Tolnától Baranyáig, Brazíliától Izraelig, mindenhol találtunk tulajdonosokat, akikkel végül sikerült a döntő többségükkel megállapodnunk, szerződést írnunk, és azt közösen szentesítenünk. Összességében 10 000 oldalnyi papír keletkezett ennek a fejlesztésnek az ürügyén, szerződések, ajánlattételek, hatósági iratok. Én polgármesterként 7 000 aláírást számoltam össze nagyjából, ezt a kollégáimmal közösen megpróbáltuk fölmérni a mai átadóra, ennyi kellett ahhoz, hogy mindez eljusson ide a megvalósításig. És akkor ezt az elmúlt néhány évet követte végre a maga a közbeszerzési eljárás, miután az építési engedélyünk a tulajdonviszonyok rendezése után jogerőre emelkedett. A mostani munkálatok május 15-én kezdődtek el, és mostanra fejeződtek be. Az út 2,7 kilométernyi hosszúságú, 7 méter szélességű, épült ehhez 3,1 kilométernyi szikkasztóárok, 1,65 kilométer járda és 3,65 kilométer vezeték, amelyek a föld alatt futnak. A kivágott fák helyén 30 ezer sarjat ültettek a kerület másik pontján. Továbbá 118 kressztáblát is kihelyeztek az útszakaszra. Ezek a számok mutatják azt, hogy milyen grandiózus vállalkozás volt mindez, milyen sok-sok embernek a kezemunkája, a gondolata, a fizikai ereje kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. Én a kerület polgármestereként szeretnék köszönetet mondani minden munkatársamnak, aki részt vett ebben a projektben. Különös tekintettel a jogi, a kisátítási ügyeket összefogó Nóth Kristóf helyedzőre, és különös tekintettel a műszaki feladatokat összefogó Krajcer Aurél irodavezetőre, műszaki irodavezetőre. Köszönöm nekik, és minden más kollégámnak, akiknek része van ebben a projektben, hogy küzdöttek és ezt a nagy-nagy feladatot magukra vállalták. Az eseményen részt vett dr. Bényi Zsolt Rákosegy önkormányzati képviselője is, aki hangsúlyozta, hogy ez a beruházás rengeteg kerületrészben élő ember életét könnyíti meg, hiszen a Baross utcára terhelődő forgalom sokkal jelentősebb volt annál, mint amit az elbírt volna. Egy olyan úton zajlott eddig a főforgalmi terhelés, ami nem egy olyan útra volt kiszabályozva, mint ami ott van. Tehát, hogy nem ragozom ezt tovább, a lényege az, hogy az életminőség javulás az óriási lehet, és nagyon remélem, hogy ez így lesz. És hogyha szabad még valami gondolatot közölnöm most ebből az ünnepi alkalomból, hogy itt van ez a gyönyörű út, hogy azt javaslom mindenkinek, hogy most örüljünk ennek. Rengeteg problémánk van még, de a mai nap az legyen az ünneplés, az öröm napja. Ez gyönyörű, hogy így van. Holnaptól megkeressük azokat a további megoldandó feladatokat, amit meg kell oldanunk. Az ünnepség zárásaként a hagyományos szalagátvágás következett, amellyel ünnepélyesen átadták a megépített útszakaszt.